Köszöntöm a Pécsi Kör nézőit, lássuk, mit kínálunk a következő közel fél órában, tartsanak velünk! Amerikai horvátok Pécsen, közös koncert a pécsi és amerikai tambura zenekarokkal. Divat és textiltervező kiállítása, öltözéktervező és autonóm textilművészeti alkotások a Nádor galériában. Báb tér kép, a szatmárnémeti Brigella bábtagozat alkotásai a Bóbitában. Hangulatos nyáresti koncert a Hildudvarban, a Trio Áfium jazzestje Pécsen. Közös ünnepi koncertet adott az amerikai Szent György zenekar és a pécsi Pannon Tambura zenekar nemrég a pécsi Ferencesek templomában. A két zenekar között baráti kapcsolat és együttműködés van, mindez csak tovább erősödött horvátországi, majd hazai közös koncertekkel. A pécsi Pannon Tambura zenekar fellépése után a zágrábi Vátroszláv Liszinszki koncertteremben a horvát testvéri közösség Tamburák generációkon át fesztiválja keretében július 6-án közös koncertet tartott Pécset is. A produkció alkalmával a pécsi Ferences templomban a zenekar vendége volt az amerikai Szent György zenekar. A muzsikusok a távoli Cockburgból, Pennsylvániából érkeztek. A mai napon nagy öröm számunkra, hogy házigazdaként, mint a pécsi Pannon Tambura zenekar, fogadhatjuk Cockburgból vendégeinket, a nagy együttest és az utánpótlást. Közös koncertet adunk Pécsett a Ferencesek templomában. Egy héttel ezelőtt volt egy fesztivál Zágrábban, a Liszinszki koncertteremben, melyre 40 csoport érkezett Kanadából, Amerikából. Mi ott a vendégeik voltunk, és már a régmúltban egy közös koncertet szerveztünk. A Cockburgi csoportot szeretük volna ide elhozni. Ez az egyesület a Horvátska Bratská Jednica közössége, amerikai vezetőségnek az egyesülete. Ők a legnagyobb horvát szervezet, hogy tudom, 135 évesek és régóta aktívak. A két zenekar közti baráti kapcsolat és együttműködés már 2 éve kialakult, amikor a pécsi Pannon Tambura zenekar látogatott ki az Amerikai Egyesült Államokba. Idén az együttműködés csak tovább erősödött horvátországi, majd hazai közös koncertekkel. Az együttműködés már jó ideje tart, hiszen először mi, a Pannon Tambura zenekar mentünk 2 évvel ezelőtt egy amerikai turnéra, Las Vegasbe és Los Angelesbe. Ennek most már 2 éve ott összebarátkoztunk, megismerkedtünk számos emberrel, és most már együtt koncertezünk, nem csak Magyarországon és Horvátországban, de Amerikában is. A közös koncert remek alkalom volt arra, hogy a két zenekar megoszta egymással tapasztalatait, tudását. A közös munka összekovácsolta a zenészeket, melynek eredménye egy közös, fantasztikus tamburazenekari koncert lett. A mai koncerten mindent hallhatunk, majd népzenét, klasszikusokat, melyeket én szereztem a Pannon Tambura zenekarnak, amit még nem hallottak sehol sem eddig. Tehát mindenből hallhatunk majd egy kis ízelítőt. Horvát kollégáinktól, Amerikából pedig meglepetés érkezik. A Pannon Tambura zenekar igen aktív időszakot zárt az amerikaiakkal közös koncertjével, melyet egy kisebb pihenő követ majd a zenekar életében. Szeptembertől viszont újult erővel kezdenek neki a próbáknak, fellépéseknek. Erre a fél évre nyárra most végeztünk, elég sok feladatunk volt. A zágrábi Liszinszkiben is voltunk, itt is koncerteztünk, úgyhogy ránk fér most egy kis szünet a nyár hátra lévő részében. A nyarat követően az ősz folyamán már biztosan várhat a közönség egy koncertet tőlünk a környéken. A 2 évvel ezelőtti amerikai út szervezési feladatait és a zenekar további felkéréseit, karrierjét Fészvári Zoltán is aktívan egyengeti. Számára egy valóra vált álom volt az,
hogy sikerült visszahívniuk az Amerikából érkezett horvát zenekart. A mai alkalom egy megismételhetetlen, különleges alkalom. A Pannon Tombura zenekar egy meghívást kapott 2 évvel ezelőtt Amerikába a Horvátska Bratska Zajednica Tombura Fesztiváljára. A fesztivál jubileumi fesztivál volt, 35. alkalommal kerül megrendezésre, és épp Las Vegasba történt. Sokat gondolkodtunk rajta, megéri-e nekünk elfogadni a felkérést, vagy sem. Mégis amellett döntöttünk, hogy megpróbáljuk megvalósítani ezt az álmot, ezt a meghívást. Közönségünk segítségével, ami valóban így van, sikerült adományokból összegyűjteni minden eszközt, melyre szükségünk volt ahhoz, hogy odaérjünk arra a fesztiválra. Eljutottunk, ott jártunk, 3 felejthetetlen napot töltöttünk el Las Vegasban. Barátkoztunk az ottani emberekkel, és talán barátságokat is kötöttünk. Azon a fesztiválon a Horvátska Bratska Zajednica elnökasszonya megígérte, hogy elhívnak minket egy általam említett koncertre. Elmondta, hogy szerveződik egy hatalmas fesztivál Zágrába, és mi is meg vagyunk hívva. A tavalyi évben jelentkezett is az elnökasszony, megkaptuk a felkérést arra a fesztiválra. Ezzel együtt érkezett még egy meglepetés, miszerint ők is szeretnének hozzánk eljutni. Nem hittem a szememnek, mikor ezt a levelet elolvastam. Ez az álom is megvalósulhatott. Most itt vagyunk, hamarosan megkezdődik a közös koncertünk a Szent György Tambura zenekarral Kokburgból. Nagyon kíváncsi és izgatott vagyok. Az Amerikából érkező zenekar számára nagyon fárasztó, de egyben kulturálisan nagyon gazdag is az európai körút. Elsőként az anyaországban a zágrábi koncertteremben mutatkozhattak be, majd a pécsi koncert volt megállójuk második nagyobb helyszíne. Mi egy horvát tambura zenekar vagyunk Kokburgból, Pennsylvániából, ami nagyjából 45 percnyire található Pittsburgh-től. 2022-ben a Pannon Tambura zenekar Pécsről eljött a mi fesztiválunkra, Las Vegasba, a Horvátska Bratska Zajednica szervezésében. Nagy öröm számunkra, hogy lehetőségünk nyílt végre velük ünnepelni a szülővárosunkban. Öröm és megtiszteltetés számunkra, hogy itt lehetünk és együtt tölthetjük az időt. Ápolhatjuk a kapcsolatainkat ebben a csodaszép városban. Ez az első alkalom, hogy itt járunk. A képességeinknek és annak köszönhetően, amit Vegasban tettek, már 50 000 ember ismeri Pécs városát az USA-ban. Ahogy már említettem, nagyon izgatott vagyok, hogy velük ünnepelhetek. Remélem, még hosszú éveken át tart majd az együttműködés, és ha bármikor Horvátországba utazunk, megállunk majd Pécsen is. Három éve indult a divat és textiltervező specializáció a PTM Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetben a tárgyalkotás alapképzési szakon. Nemrég pedig megnyílt a hallgatók kiállítása a Nádor Galériában. Stábunkkal a tárlaton jártunk, ebből láthatunk most ízelítőt. Mindig ez a világ vonzotta Kovács Dánielt, és közben adódott a lehetőség a felvételre. Így az újdonság varázsa is hatott rá, amikor elhatározta, hogy a divat és textiltervező specializációra jelentkezik. Ez a különlegesnek tűnő képzés a PTM Művészeti Kar Design és Média Művészeti Intézetben a tárgyalkotás alapképzési szakon 2021 őszén indult. Mindig egy adott nyitó koncepcióval kezdünk. Szóval kapunk egy feladatot, és akkor ki az, aki hozzá társít dolgokat, meg milyen dolgokat. Nekem itt ez a kollekció a 99-es Woodstockból inspirálódott, és igazából a mintáim, a logón az digitál printer nyomtatott, saját magam által tervezett, így a fesztiválon ez a tábla felmutatós dologból kiindulva, illetve az egésznek van egy ilyen, nem is tudom, elszabadult a pokol, hatalmas felfűtött érzelmek, és ezt szerettem volna így a nagy sziluettekkel, bőrruhákkal visszahozni. Úgyhogy inkább először megvan a gondolat magja, és akkor azt utána bontogatja ki az ember, és ez így épül fel szépen lassan. Dani 3 munkáját hozta a kiállításra. A másik alkotása esetében az újrahasznosítás volt a feladat, merőben más gondolatiságot tükröz a jövőre végzős alkotó műve.
tudtam, hogy lomisztam ezt a két hatalmas sötétítőfüggönyt, ami a külseje ennek az egész tértextilnek, és őt szerettem volna felhasználni. És egy kicsit szerintem az is benne volt, hogy szerettem volna megpróbálni minél többféle dolgot, hogy ne csak egy valamit próbálja ki az egyetem alatt, hanem minél jobban kihasználjam a lehetőségeket. És így alakult meg ez az alkotás. Bukics Márta első éves hallgató volt idén. Kiskora óta érdekli a divattervezés. Mindig rajzolgatott otthon. Az volt az álma, hogy divattervező legyen. Senki se hitt bennem, szóval így magamba se hittem, és így elkezdtem, én Győrbe jártam iskolába, és Győrbe is lakok, elkezdtem ott egy ilyen OK-s képzést, és ott találkoztam egy divattanárral, aki Divat Egyetemen tanult, és ő mutatta meg nekem ezt a szakmát úgy igazából. És hogy belőle inspirálódva láttam, hogy mit lehet itt kihozni magamból, és hogy ez mennyire tetszene nekem, vagy sem. És hát így nagyon megfogott, és úgy gondoltam, hogy megpróbálom, és sikerült. Szóval nekem is ez is egy ilyen pozitív visszajelzés volt. Az elmúlt fél év munkáit mutatja be ezek a ruhák, teljesen új tervezések. Itt kettő hordható ruha látszódik, szóval nem egy elvont, egy igazán hordható ruha. A másik ruhám pedig egy inkább elvontabb, és nem venné fel az utcára, szóval inkább egy hordhatatlanabb ruha. És szerintem ez a kontraszt úgy bemutatja az elmúlt fél éves teljesítményemet is, és azt is, hogy tudok ilyet is, és olyat is tervezni és megvalósítani. Ha elvégzi az egyetemet, akkor szeretne tervezőként betársulni cégekhez, azonban az egyetemet is szeretné folytatni. Én nekem így kicsit az van a fejemben, hogy többet tanulnék az egészről, mint dolgoznék, szóval lehet, hogy dolgozás közben is egyetemre járnék, mert nagyon szívesen megtanulnék külföldön is, vagy bárhol, hogy milyen, hogyan állnak ehhez a divat szakmához, szóval nagyon érdekel ez is, aztán ki tudja, mi lesz még az életből, lehet, hogy tanár leszek, vagy nem tudom. Szóval nagyon pozitív módon állok ehhez is, hogy bármi lehetséges. Két olyan mester van, akitől nagyon tudtam inspirálódni, ugye a két divattanárunk, az egyik Surányi Szilárd, aki igazából nekem ezt a művészi felfogást adta így igazán át, meg az, hogy hogyan fogjuk fel a mi, mint diákok, a nagy cégeknek a menetét. Így ezt tanultam meg tőle a legjobban. A másik pedig Konsánszki Dóra, őtőle pedig inkább ezt a hordható stílust, és egy hát hordható dizájnt tanultam meg, hogy hogyan kell megtervezni, és ezt az igazán ilyen koncepció felépítkezést, ami a divattervek mögött van. Így mindenkitől más tanultam meg, ami így hasznos volt számom. Salétli Eszter Sára mindig magának varta ruháit, ezért már elég korán elkezdte érdekelni a divat világa, a tervezés. Azonban kiskorában nagyapja is vart neki ruhát, az egyik itt látható ruháját például nagyapja inspirálta. Ez egy első fél éves feladat volt, ez már egy második fél éves, ennél konkrét téma volt, egy építészt kellett választanunk, én az Oscar Niemeyert választottam, és neki a Niemeyer Kugel nevezetű épületét választottam, ami egy hatalmas gömb. Hát igazából a gömbforma a szoknyán található meg, a szoknyát csirkehálóból csináltam, és ráhorgoltam vékonyra vágott tüllel. A másik ruhát pedig hát egy szoknya feladat volt, és a nyomhagyás volt a téma. Én ott a nagyszüleimet választottam, mivel a nagypapámat az előző szemeszterben elvesztettem, és igazából ő szeretette meg velem a művészetet. Szóval a szoknyán a nagyszüleim képei találhatóak. Szitanyomással készültek a képek, és rá pedig halcsont merevítőből készült a váz. Nekem most ebben a fél évben legtöbbet Konsánszki Dóra tanárnő segített, mivel szerintem nem volt túl sok önbizalmam az első fél évben, és ezért nem is sikerült olyan jól. Viszont annyira inspirált engem, hogy ebben a fél évben egy olyan eredményt értem el, amire nagyon büszke vagyok. De viszont Surányi Szilárd tanár úr is nagyon sokat segít, vele most nem volt ruhatervezési feladatunk, de szerintem nagyon jó tanáraink vannak. A tárlaton a hallgatók öltözéktervező és autonóm textilművészeti alkotásai tekinthetők meg Pécsen a Nádor Galériában augusztus 2-ig.
Egy új időszakos kiállítás látható a Bóbita Báb Múzeumban egész nyáron át. A Báb térkép című tárlat a Szatmárnémeti Harag Győr Társulat Brigella Báb tagozatának alkotásait vonultatja fel. Az elmúlt 20 év produkcióiban megelevenedő figurákat láthatja a nagy érdemű augusztus végéig. Térkép. Ezzel a címmel nyílt kiállítás a pécsi Bóbita Báb Színházban még tavasszal, a kiállítás anyaga a határon túlról Szatmárnémetiből érkezett Pécsre. Az ottani Brigella Báb Színház társulata amatőr alapítványi bábú szerveződésből került 2003-ban professzionális közegbe, majd 2016-tól a Harag György társulat önálló tagozata lett a csapat. Fennállása alatt közel 50 előadást mutattak be, többek között a magyarországi bábos szakma kiváló íróinak, rendezőinek, tervezőinek közreműködésével. A Szatmárnémeti Báb Színházzal a Harag György Társulat Brigella Báb tagozatának a jó munkakapcsolat révén került a színház kapcsolatban velük. Több éves munkakapcsolat fűzi őket össze, és jelentős magyar művészek, báb művészek alkotók vettek részt az ő előadásaikban, és a kapcsolat oda visszaműködik. És ez a kiállítás, ez 20 éves fennállásukat mutatja be, amiként is megrendezésre került, és igazgató úgy gondolta, hogy méltók éppen azt a magyar közönség is megismerhesse, ezért elhozta ide hozzánk. És hát azt kell róla tudni, hogy a különböző ebből az időszakból a történetüket felölelve a különböző előadások, hát lehet látni bábjait, díszletelemeit és fotóit jelenítik meg. Több előadásanyagot küldtek, és a mi műhelyünk szokta ezeket berendezni, tehát ők válogattak úgymond, hogy egy ilyen tematikus jellege legyen a kiállításnak. Lehet látni a kis, tehát egy nagyon jelentős részében olyan előadások is kikerültek a kiállításba, amelyet a mi tervezőnk tervezett, Nagykovács Géza is, illetve hogy az ottani bábkészítő művészek közreműködtek benne, tehát ebből a szempontból vegyes a kép. 10 éves a munkakapcsolat velük, és többször volt ott is előadásunk, mint a Bóbitának, és illetve ők is jártak nálunk, és fognak is jönni, úgy tudom, nem sokára egy rendezvény keretében, most így augusztusban. A munkakapcsolat révén általában úgy szoktak alakulni a dolgok, hogy van olyan előadás, amit adott esetben, hogyha a Báb Színházunkból rendez valaki, ez minden területen így van, akkor nyilván olyan is előfordul a munkakapcsolat révén, hogy akkor azt az előadást ott is előadják, és akkor itt is megrendezésre kerül. De olyan is, vagy adott esetben fesztiválokon lépnek mondjuk föl az előadók, illetve a Báb Színházi előadások, és a munkakapcsolat az úgy a része, hogy oda-vissza is működik, tehát hogy a művészek által is, illetve hogy a báb művészet ugye a képzőművészetet is magába foglalja is, illetve a színművészetét, tehát a kettő találkozásának az eredménye ugyanúgy ez a kapcsolat, ha lehet így mondani. A Bóbita Báb Színházzal való baráti és szakmai kapcsolódást előadások, fesztiválok, workshopok színesítik. Hivatásossá válásuk 20. évfordulójának szép ünnepe és összegzése a Pécsre meghívott bábkiállításuk, amit augusztus végéig láthatnak még az érdeklődők.
Hangulatos nyáresti koncert várta a jazzzene kedvelőit Pécsen, a belváros szívében a hétvégén. A Művészetek és Irodalom háza Hild udvar volt a befogadó, a zenei programsorozat címe pedig Hild Music Garden. Ez alkalommal a trió Áfiú mutatkozott be jazz feldolgozásokkal és saját számokkal közönségének. Öt éves a Trio Áfium zenekar. Pécsi alapítója Krommer Balázs dobos, Baksa Péter nagybőgős, és a harmadik tag a váci származású Lackhegyi Máté zongorista. Kezdetektől fogva aktív szereplők a magyar és nemzetközi szintéren. A Hild Music Garden sorozat szervezője az Eleven csapata. A trio jazz feldolgozásokkal mutatkozott be, hangszeres jazz, énekes jazz, latin jazz, amiből válogatnak. Most ünnepeljük tulajdonképpen idén a 15 éves jubileumunkat. Ez úgy jött össze, hogy Baksa Petivel, a nagybőgős kollégámmal, barátommal, mi már évek óta játszottunk együtt különböző formációkban, és lett egy lehetőségünk Dubajba, egy 3 hónapos szerződést vállaltunk, egy hotelbe kellett jazzt játszani, triót kerestek, mi ketten voltunk, úgyhogy kellett egy harmadik szólista, hangszeres kollega, és így találtunk rá Mátéra, akit korábban nem ismertünk, ő egyébként váci illetőségű, most már 8 éve Amsterdamban él, de akkor még Vácon lakott, Vácon élt, és így kezdtünk el együtt játszani. Ez éltett minket, ilyen az ízlésünk. Tehát ez nem a mi döntésünk volt, igazából megtalált minket ez a műfaj külön-külön is, együtt is. És azt is mondhatom, hogy a zenei szocializációnk egy jelentős része együtt történt. Most már 15 év alatt azért sok minden volt. Ez egy klasszikus jazz trió felállás, ez azt jelenti, hogy zongora, bőgő, nagybőgő és dob. Ez a 3 alaphangszer van egy klasszikus jazz trióban, és ez szerint megyünk. Zenei útkeresésük természetes módon következik a modern jazz legklasszikusabbnak nevezhető felállásból. Krommer Balázs két nagy nevet említ példaképnek, akik meghatározzak voltak zenei ízlésük kibontakozása terén. Rengeteg nagyszerű zenész van, de ezt leginkább a zongora felől tudom megközelíteni. Brad Meldót és Ahmad Jamalt mondanám, mint két. Jamal egy korábbi, az 50-es években indult generáció nagyja volt egy pár évvel ezelőtt, sőt, igazából idén halt meg. Szóval neki nagyon-nagyon hosszú, termékeny pályafutása volt, Brad Meldon, meg egy kortárs, ma is alkotó, nagyszerű jazz zongorista. Úgyhogy igen, ezen a vonalon megyünk. Ez tulajdonképpen modern jazz. Akármit is jelentjen, sok minden belefér, de modern jazz-t játszunk. Az ő dalaikból is játszunk, és a többé-kevésbé az ő szellemiségük által inspirált saját zenéket is megszólaltatunk, igen. Vannak saját kompozícióik, és ma este is fogunk ilyeneket játszani. Az a terv egyébként, hogy a koncert első felében egy kicsit közérthetőbb jazzt fogunk játszani, közönségbarátabb, úgy szoktuk nevezni egymás között, és a második etapban pedig koncertszerűbben, kicsit művészileg elmélyültebben. In a phrase, how about, have you ever heard two turtle doves? They love you when they love. That's the kind of magic music we get from our lips. And we kiss. And as we pay all we love, hearing us have to cry. That's how the crying mom will know. If you should tell me for an agatha. Sokat jártunk Magyarországon, illetve két fő bázisunk, Pécs és Vác, ugye, mert Pécsen vagyunk mi ketten Petivel, Máté meg Váci, de voltunk Dubajba, voltunk tavaly előtt, 3 éve, Novi Sadi Jazz Fesztiválra is eljutottunk, úgyhogy ezek a fontosabb állomásai az együttesnek, amit kiemelni. Nekem most 4 nap alatt 3 koncertem lesz 3 különböző városba, 2 különböző zenekarral, úgyhogy a nyár az tipikusan sűrűbb, igen, mint az őszi-téli szezon, nem panaszkodhatom, van fellépésünk.
Bár családjában sok a muzsikus, ám mégsem szülői indítatásra fogott hangszert a kezébe, és a műfajt sem ezzel összefüggésben választotta. Én kiskoromban nem kezdtem egész kiskoromban zenélni, hanem úgy, ahogy mondtad, ez tulajdonképpen egy véletlennek köszönhető megint csak. Én már ilyen, hát tulajdonképpen már gimnazista voltam, amikor elkezdtem komolyan hangszerrel foglalkozni, és belesodródtam. Koncertjeiken szabadon élnek meg minden zenei pillanatot. A trió Áfium vendége Krommer Weber Anita volt, aki hangjával bűvölte el a közönséget. A Művészetek és Irodalomháza Hildudvar volt a jazz est befogadója. In a phrase of a queen, have you ever heard to turn the dumbbell? When they know, that's the kind of magic music we get from only some ways. Véget ért a Pécsi kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!